Autómentes nap, közel 100 óvodás pattant kerékpárra és rollerra. Park a Távol-Keletről, japán kert nyílt a Gyulai Könyvtár udvarán. Kóstoló, a Kós Károly Technikum végzős diákjai által készített fotókat állították ki. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A nyári szünet után újra ülésezett a Békéscsabai képviselőtestület. A közgyűlésen többek közt a város pénzügyeiről volt szó, de a városatyák arról is tanácskoztak, hogy mi legyen a Kétegyházi úton kialakított iparterülettel és a Jaminában található matróz vendégházzal. A képviselők szót ejtettek arról, hogy 100 millió forintból épül ki az ivóvízhálózat Fényesen, és az is kiderült, hogy a járdafelújítási program harmadik ütemében mely utcák érintettek. Döntés született arról, hogy a Munkácsi negyed részeként hová és milyen szobrok kerülnek, valamint arról, hogy hol épülhetnek a városban új buszvárók. Az ülésről részletesebben péntek esti híradónkban számolunk be. Az Egyensúly AE Egyesület szervezésében tartott országos tájékoztatót a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkársága szerdán délután. Számos civil szervezet képviseltette magát azon a szerdai fórumon, amelyen az aktualitások és a támogatási lehetőségek kerültek a középpontba. A miniszterelnökség civil kapcsolatok és társadalmi konzultáció főosztályának vezetője előadásában a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap 2020-as pályázatainak tapasztalatairól, valamint a Nemzeti Együttműködési Alap 2021-es lehetőségeiről számolt be. Érkezésünknek a legfontosabb célja az, hogy beszámoljunk a Nemzeti Együttműködési Alap októberben megnyíló új pályázati lehetőségeiről, arról, hogy hát soha nem látott mértékű források állnak rendelkezésre most a NEA-ban, illetve több olyan kedvező változás is van a civil szervezetek részére, amivel úgy gondolom, hogy érdemes élniük. Fontos változás, hogy a Nemzeti Kulturális Alapban az egyszerűsített támogatás az eddigi 300 ezer forintról 350 ezerre emelkedik, tette hozzá Kecskés Péter. A térség országgyűlési képviselője köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy fontos a civil szervezetek pontos tájékoztatása. A civil szervezetek nagyon sokféle állami feladatot vállalnak át az államtól, vannak kötelező, illetve nem kötelező önkormányzati és állami feladatok, amiket, hogyha nem végezel egy közösség, nem végezel egy civil szervezet, akkor az hiányzik, hiányzik mindannyiunknak, hiányzik az állampolgároknak, na erre szerveződnek a civil közösségek. Az országgyűlési képviselő felhívta a figyelmet az utóbbi évek statisztikai adataira, amelyek azt mutatják, hogy dinamikusan nőtt a kormányzat civil szervezetek számára nyújtott támogatása. A slow, azaz a lassú turizmus népszerűsítéséért 10 Békés megyei település fogott össze még 2018-ban. Bár a koronavírus járvány számos nehézséget hozott az elmúlt két évben, a szervezet mégis aktív volt és egy középtávú turisztikai stratégiát is kidolgozott. Békés megyében számtalan kisebb és nagyobb látnivaló és érdekesség található. Ennek ellenére a térség apróbb településein a turizmus nem számít kiemelkedő ágazatnak. Ezért Újkígyós korábbi polgármestere szakértő bevonásával egy középtávú turisztikai stratégiát dolgozott ki. Két fő következtetése volt. Az egyik az, hogy a mi lehetséges turisztikai ágazatunk az a slow turizmus. A másik következtetése pedig az, hogy valamilyen közösséget kellene formálni a településen kívül is, mert ha szabad így mondanom, klasszikusan, hogy egyedül nem megy. Szebellédi Zoltán ezt követően megalapította az Alföld Slow Egyesületet 10 békési település, valamint a Budapesti Metropolitán Egyetem bevonásával, hogy szervezet formában mutassa be és népszerűsítse a helyi értékeket. Szebellédi Zoltán azt is elmondta, hogy 10 éves visszatekintésben Békés megye lakossága mintegy 30 ezer fővel csökkent. Ezért fontosak azok a programok, amelyek a térség népesség megtartó képességét erősíteni tudják. A lassú turizmus pedig egy olyan vidékfejlesztési eszköz lehet, amelyben nem csak a saját, de a környezetünk értékeit is jobban megismerhetjük, és rájöhetünk, nem kell messzire mennünk ahhoz, hogy szépet lássunk.
Szőke Tünde szakértő arról beszélt, hogy a lassú turizmus fogalmát a 2000-es évektől használjuk. Két különböző területet különböztetünk meg. Az egyik a lassú turizmus, a másik pedig a lassú utazás, mert alapvetően onnan indult ki maga a fogalom, hogy lassan is érkezzünk meg a desztinációba, a célterületre, ott hosszabb időt töltsünk, ismerjük meg a helyi értékeket, a helyi embereket, találkozzunk velük, érezzük jól magunkat, érezzük úgy magunkat, mintha otthon lennénk. Az Egyesület csütörtökön megtartotta a második Alföld Slow konferenciáját, melyen a résztvevők több szakmai előadást hallgathattak meg a turizmus aktuális helyzetéről. A Békéscsabai autómentes nap talán egyik legüdítőbb eseménye az volt, amikor a közel 100 kölcsei utcai óvodás bringákra, rollerra vagy éppen futóbiciklire pattant, és többször megkerülte az intézményt. A gyerekek és az őket kísérő rendőrök, valamint az óvodapedagógusok kedvét még az esős időjárás sem vette el. Az óvodában nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a biztonságos közlekedésre való nevelést biztosítsák a gondoskodásukra bízott gyermekek részére. Az intézmény többszöri megkerülését tavaly hagyományteremtő szándékkal találták ki. Az akciónak akkor és most is nagy sikere volt. Jó visszajelzések érkeztek a gyerekek és a szülők részéről. Úgy csatlakoztunk a mai naphoz, hogy a gyermekek, minden gyermek valamilyen kis járgánnyal érkezett, roller, futóbicikli, kerékpár, és természetesen a legkisebbek ők még majd gyalogosan fogják megtenni az óvoda környékén azt az utat. Futóbicikli, bicikli és persze roller is megtalálható volt a különféle közlekedési eszközök között. A szülőkhöz leginkább a gyermekek által lehet eljutni, és a kezdeményezés sikerességét mi sem jelzi jobban, mint hogy ezen a napon az anyukák és az apukák kizárólag kerékpárral jöttek az óvodához. Mit tudsz az autómentes napról? Miért fontos ez neked? Azért, mert hogyha nem autóval jövünk, akkor nem szennyezzük a környezetet. A rendőrök, ahogyan ez lenni szokott, ezúttal is biztosították a helyszínt, és felügyeltek az esemény gördülékeny megvalósítására. Nagyon fontosnak tartjuk a gyerekek, valamint a szülők és az itt dolgozóknak a biztonságát. A közlekedési szabályok ismerete, valamint, hogy most ugye kerékpárral fogunk körbe menni az utcákon, megfelelő biztonsággal, megfelelő szervezése nagyon fontos, hogy ez így megtörténjen. A kerékpáros rendőr egyébként azért is játszott kiemelten fontos szerepet a szerda délelőtti eseményekben, mert ő volt az, aki a közel 100 fős felvonulás felvezetését biztosította. Japán kertet alakított ki a Japán Kertbarátok Egyesülete Gyulán, a Mogyorósi János könyvtár udvarán. A park tervezését és kivitelezését a távol-keleti országban tanult Dani Zoltán japán kertész végezte. A japán kertek a régi hagyományokat követve egyszerre gyönyörködtetnek és gondolkodtatnak el, kicsiben mutatják meg az egész világot. A Gyulai Parkban megtalálható elemek a kövek és a sziklák hegyekre utalnak, a fehér kavicsos kanyargó patak pedig a vizet szimbolizálja. A kapu az jelképezi a való világból az ellenvilágba való átlépést. Úgyhogy ez a Kabukimun kapu, ami itt van, ez ezt a célt szolgálja, és nyilván a helye pedig az általában adva van ugye a kert szélén. A padok elhelyezése az lehetőleg olyan, hogyha oda valaki leül, akkor láthassa a leglátványosabb részeit a kertnek, illetve szinte beláthassa az egészet. A gyulai önkormányzat mindig nagy figyelmet fordított parkjainak, zöld felületeinek gondozására, fogalmazott a város polgármestere. Görgényi Ernő kiemelte, hogy mindig nyitottak a fejlesztésekre, ez a japán kert is egy civil szervezet kezdeményezése révén jöhetett létre. Polgári hagyományainkra épülve nagyon pezsgő, élő civil élet van ebben a városban, civil szervezetek aktívak, tele vannak ötletekkel. Az Európai Uniós pályázati rendszerben volt egy kiváló lehetőség, amelynek keretében tudtuk támogatni a helyi civil szervezeteket, az ötleteiket megvalósítandó. A Gyulai Japán Kert Barátok Egyesületének pedig ez volt az álma, hogy egy japán kertet hozzanak létre. A térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta,
Ez a japán kert lehetőséget ad arra, hogy mélyebben megismerjünk egy másik kultúrát. Minden ember szereti magáévá tenni azokat az értékeket, amelyeket a japánok önmagukban, népükben és nemzetükben hordoznak. A tisztességet, a fegyelmet, a fegyelmezettséget, a szorgalmat, és még lehetne ezeket a pozitív jelzőket tovább fokozni. Japán-magyarországi nagykövete először járt hazánkban egy japán kert megnyitásán. Otaka Masato kiemelte, örülne annak, ha a gyulaiak mellett Magyarország minden tájáról érkeznének vendégek ebbe a létesítménybe. Talán közhelynek hangozhat, de ez a kert a japán és a magyar nép közötti jó kapcsolatot, barátságot is szimbolizálhatja. Azt kívánom, hogy ez a létesítmény összekötő kapocsként is szolgáljon, fogalmazott japán-magyarországi nagykövete. A kert közel 20 millió forintból készült el a Mogyorósi János könyvtár udvarán. Alapításának 50. évfordulója alkalmából indított jubileumi rendezvénysorozatot a Kós Károly Technikum és Szakképző Iskola. Az eseménysor első állomásaként Kóstoló címmel egy fotókiállítás nyílt, amelyen a végzős diákok képeit láthatták az érdeklődők. A tárlaton látható fotók a tanulók nyári gyakorlatán készültek. A kiállításon főként portrék és tájképek kaptak helyet. A Kósban tanulás számomra egy kellemes környezetet, új barátokat és egy rendes és jól megtanult szakmát jelent. A Kós Károly Technikum olyan piacképes szakmát biztosít a diákoknak, amelyekre nagy szükség van a gazdaságnak, fogalmazott az intézmény vezetője. Lescsánné Ricsovényi Juliannak kiemelte, hogy minden tanuló egyéni képzést, odafigyelést kap a pedagógusoktól. Ma már nem csak hagyományos értelembe vett szakmunkás képzés vagy szakképző iskolai képzést folytatunk, hanem technikumi képzéseink is vannak, és több területet bevontunk már a képzési kínálatunkba azóta. A hagyományos építőfaipari, szolgáltatóipari szakmákon túl ügyviteli és pedagógiai területen is lehet már intézményünkben tanulni. Az iskola tanulóinak száma néhány évvel ezelőtti mélyponthoz képest növekedést mutat, mondta el a térség országgyűlési képviselője. Herceg Tamás bízik abban, hogy az intézmény továbbra is olyan képzőhely lesz, ahová szívesen jelentkeznek a diákok, nem csak Békés Csabáról, hanem a távolabbi településekről is. Ez a dinamika, ami az elmúlt esztendőkben látszik, azzal együtt, hogy a duális szakképzés jó irányba halad, azzal együtt, hogy ösztöndíjrendszert dolgozott ki a kormányzat az itt tanuló diákok számára, hogy mindez az abba az irányba mutat, hogy egy jó iskola rendszerben kiváló oktatókkal fölfutó karrierjéve van az iskolának. A kiállított fotókat a belvárosi bevásárlóközpont aulájában tekinthetik meg az érdeklődők egy hónapon keresztül. A két forduló után negyedik helyezett Algyő ellen folytatja a női kézilabda NB1B küzdelmeit a Békés Csabai Előre NKS-e szombaton. A csabai lányok a másodosztályban eddig hibátlan mérleggel a tabella második helyéről várhatják az összecsapást. A Békés Csabai Előre NKS-e jól kezdte a másodosztály 2021-22-es idényének kiírását. A lilafehérek az első fordulóban 11 gólos győzelmet arattak a Ferencváros U19-es együttese ellen. A csabai lányok az elmúlt hétvégén pedig a Kispest otthonában győztek 33-26-ra, így hibátlan mérlegükkel a tabella a második helyén állnak jelen pillanatban. Ugyanúgy készülünk minden mérkőzésre, legyen az bárki az ellenfél, hiszen az elsődleges cél, hogy saját magunkat építsük tovább, és a saját hibáinkat tudjuk javítani, és mérkőzésről mérkőzésre lépjünk előre, úgyhogy természetesen azért van, speciálisan készülünk az ellenfelekre is, hiszen minden csapatnak megvannak azok az erősségei, amire oda kell figyelni, ezt meg fogjuk a héten tenni, de én úgy gondolom, hogy nekünk hazai pályán, mint ahogy eddig is beszéltük, dominálnunk kell, és mindent el kell követnünk, hogy itthon tartsuk a két pontot. A csabaiak szombaton az Algyő együttesét fogadják hazai pályán. A Csongrád-Csanád megyei csapat a tabella negyedik pozícióját foglalja el.
Az algyói gárda 5 találattal győzte le a Kispestet a nyitókörben, majd 4 gólos vereséget szenvedett az Orosházától. Úgy gondolom, hogy nem rossz csapat, nagy lövői vannak, és erre mindenképp fel kell készüljünk. Milyen mérkőzésre számítok? Leginkább futós, hajtós meccsre gondolok. Szeretnénk leginkább a saját játékunkra koncentrálni, és hát szeretnénk nagy arányú győzelmet, amennyiben lehetséges. A Békés Csabai előrenkelse algyő másodosztályú mérkőzés szombaton 18 óra 30 perctől kezdődik a Városi Sportcsarnokban. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!